Emberek, eljött az idő. Összeszedtem minden bátorságom, már épp itt volt az ideje, és úgy döntöttem, megteszem. Ezzel tartozom az utókornak. Megtettem. Megcsináltam. Sziasztok, daráljunk! Ma Joker pályáját fogjuk megnézni, a folyosót. Valószínűleg sok embernek nem fog tetszeni ez a pálya, de úgy döntöttem, hogy megtartom, bemutatom, ugyanis van benne egy jó ötlet, mármint hogy jó az alapötlet, ha nem is túl fényes a kidolgozás. Azért vagyok bizonytalan, mert szerintem már van ilyen pálya, sőt egészen biztos vagyok benne, viszont a darálóban még nem volt ilyen, egyébként ötletes, sajnos a kidolgozás viszont tényleg eléggé lemaradt. Hú, de diplomatikus voltam. Tudom, hiába szólok, hogy ne írogassátok, hogy kopi, ha ismertek konkrétan ilyen stílusú pályát, sőt, még annál jobban írogatjátok, azt hiszitek, hogy ez vicces, vagy hatalmas trollok vagytok. Hát azt hiszitek, hogy a troll az egyenlő azzal, hogy dedósnak meg hülyének néznek, akkor hajrá. Ó, jut eszembe, hamarosan a csatornán lesz egy videó ezzel a témával kapcsolatban, ajánlom mindenki figyelmébe, lássunk egy kis ízelítőt. A videó, ami megmutatja az igazságot. A videó, ami mindenkinek beint. A videó, ami nagyon tündi-bündi lesz. Csabusa bemutatja a YouTube sötét oldala. Hamarosan. Valószínűleg pár hét. Maximum egy hónap. Ha csak valami nem jön közbe. De ha lesz elég ideje, akkor pár hét. Na, lássuk végre a mai pályát, tehát a készítő Joker, a pálya címe a folyosó. Lássuk, kezdőhely, hát ez egy nagyon visszafogott kezdőhely. Start, mindjárt startra kezdünk. Semmi info, a pálya mellett sem volt egyébként semmi leírás. Hát jó, akkor így rájövünk. A sárgától csillogok, tehát a sárgától leszek ilyen vámpír. Hő, Csabusa, mi az? Befogadunk, de csak akkor, hogyha vegetáriánus leszel. Na, azt megnézheted, hogy én mikor fogok tölgyfát szívogatni. Tűnés. Nem, én az állatokra gondoltam. Na, jól mentem. Zöld. A zöld az ugrást ad. Yeah. A kék az gyorsítást. Hát van egy tippem, hogy mit csinál a piros, de már bele is estem. Oké. Okay. A sárga pedig a spawn lesz, mert azon élettem föl. Yeah. Ez az. Még egy spawn point. Kék. Oké. Yeah. Eddig jó. Eddig csak érdekes, ez rengeteg lehetőséget rejt. Kár, hogy ennyire egyszerű a telep. Persze egy ilyen bájától nem is várunk el nagyon bonyolult terepet. Ugye bár. Jaj. Oké, elérem. De azért mégis. Tök jó, komolyan élvezem. Annyi, hogy mondom, hogy végülis nem várunk el bonyolult egy... Na, ne kérdezz semmit, én sem értem, miért nem vágom ki ezeket a részeket. De hát, ha később még jó lesz, hát lehet, hogy valahol még föl lehetne használni. Tehát, hogy nem várunk a bonyolult telepet egy ilyen pályától, de azért ez túl egyszerűnek tartom, hogy minden vasból van. Jajajaj. És a barna, az mi lesz a barna? Az biztos az effekttörlés. Vagy semmi. Jó, a kék, az enderpearl-ed. Tű. Oké. A szürkétől beverem a fejem a falba és teleportálok. Hoppá. Jaj.
Valami olyasmit olvastam az e-mailben egyébként, hogy lesz történet is. Aha, úgy felejtett a kart. Hajtó kinyitva. Jó. Mondja nekem Ruben. Ki az a Ruben? Hoppa, itt már van valami beszéd. Azt mondja Ruben. Hello, én leszek az idegenvezetőd a pályán. Hello, te ki vagy és hol vagyok? Mi történik? Én vagyok az idegenvezetőd. Amint már mondtam. Ez egy teszt? De milyen teszt és itt mit kell dolgom? Csak menj tovább és csináld meg a feladatokat. Király. És csak banára lehet dobni? Nem. Ó, kérhettem volna többet, akkor ezt így lespórolom. Hogy a barna elveszi. Fogadjunk, hogy a barna elveszi az enderpölt. És igen, haha. A francba. A szürke az ugye teleport volt. Hopp, egy pillanatra kilátszódott a pálya. Áj, csak az eső. Hát nem voltak szabályok, hogy nem állíthatom el az esőt. Jöjj! Jöjj! Ott ütötte ki. Ez jó, ez a rombolósdi. Aztán... Na látod, nem volt nehéz. Igen, de többet akarok tudni. Ki vagyok, mi a nevem. A neved 56. Egy ember vagy, és de a nemedet nem tudom. Oké. Ettől nem érzem jobban magam. Akkor mondok egy viccet. Hogy hívják a 160 cm-es elnököt? Miniszterelnök. Aztán nevet rajta meg. Aha. Oké. Most már jól vagy? Nem, de ha már rólam nem mondasz semmit, mesélj magadról. Kész társkereső. Én egy AI-200 vagyok. Egy robot vagyok a sok között. Sok? Vannak mások is? Azt a logikát, vagy azt a logikát! Hol vannak? Te hol vagy? Egy hatalmas bázison kint. Kint? Az hol van, ott mi van? Hogy néz ki? Mesélj! Odakint háború van. Ajaj. Szóval most ilyen szuper katonát képeznek belőle. Ez miért jó? Erre jó. Jaj. Vagy ez csak ilyen szivatás? Nem mindegy, megvan. Azt mondja, elég ha ennyit tudsz. Értem, és most mi hol vagyunk? Egy helyen, aminek a neve Desert. A temető csinálta ezt a helyet. Mi? Ja, a teremtő. Csinálta ezt a helyet. Ki az a teremtő? Erről nem adhatok ki információt. Miért? Mert én sem tudok semmit. Azt mondja. Úristen, ez szeret írni. Ja, nem, itt van a következő bekezdés. Oké. Na most csak menj tovább. Nem megyek tovább, amíg nem mondasz el mindent. Biztos akarod? Igen. Akkor mondok mindent. Elvileg nem tudsz semmit. Az évszám 2056. A harmadik világháború után 10 évvel vagyunk. De a háborúnak nincs vége. A hidegháború már elkezdődött, és Amerika egy megfontolatlan pillanatban egy atombombát küldött Európa felé. De nem gondolt arra, hogy akkor át fog robbanni, hogy Amerika 17%-a meghalt. Ezt így nehéz bevenni. Tehát ezzel mégiscsak egy atombombáról van, ezt így nem haigálják csak úgy. És Európa 59%-a eltűnt, vagy meghalt. Hogy csak az 59, mikor Amerikának is 17? Na jó, mindegy, menjünk tovább. És nekem mi szerepem van? És ez a teszt minek van itt? Most jön a te részed, és Európa tudósai megpróbálták benépesíteni Európát. Igen, a radioaktív területre. Embereket gyártottak. Aha. Szóval egy műanyag ember vagyok. De ez nem volt elég Európának. Amint elkezdtek működni az emberek, megindult a katonák gyártása, de nem akármilyen katonák, hanem erősebb, szívósabb katonák. Te vagy ez 59 prototípus. Ez a teszt az, hogy készen állsz-e a harcra,
És most már mindent tudsz, menj tovább. Ha kész vagy, katt ide. Fú. Ott fel kéne ugrálni. Ez mit is csinálja? Ender Pearl. Hát akkor nem kell ugrálni. Oda be tudok menni. Hát én ezt simán átugrom. Vagy nem. A folyosó. Ennyi volt. Várjál, mindegy, a készítő volt ott. A tesznek vége, átmentél többet, sajnos nem találkozunk. Mi van? Most akkor vége? Mit tegyek? Miért nem válaszolsz? És ennyi, bemondjuk egy ilyen sötét lyukban. Hát ez egy érdekes pálya volt. Kár, hogy nem dolgozta kicsit ki jobban, szánt rá több időt, kicsit több díszítés, egy kicsit valami más befejezés a történetnek, ez így olyan lecsapott. Puff, vége. Itt maradsz a kamrában. Lássuk a mérleget, történet. Az elején egész érdekesen indult, és az is volt, amíg el nem kezdte kifejteni, hogy aztán a harmadik világháború, meg tenyésztett emberek, meg atombomba, az valahogy sok volt, már olyan katyavasz volt. Ráadásul az egészet a végén levágt annyival, hogy zsütty, itt maradsz a kamrában. A játékmenet volt határozottan a legérdekesebb része a pályának, ugye a különböző színű blokkok más-más effektet adnak, kár, hogy nem dolgoztak ki egy kicsit jobban, többféle blokkal, meg többféle rejtvénnyel, ami azt jelenti, elég kevés rejtvény volt a pályán, nagyon demo szaga volt a dolognak. Díszítés nem volt, a hangulattal kapcsolatban hasonló érzéseim vannak, mint a történettel kapcsolatban, tehát tök érdekesen indult meg minden, egy idő után olyan kaotikus lett valahogy a dolog. A kidolgozottsággal tulajdonképpen nem lenne probléma, legalábbis a Reston részét tekintve, tehát tényleg működtek az effektek, viszont van mellette rengeteg hiányossága a pályának, az elején nem volt semmi info. Aztán a történet csak kiírásokban jelent meg, nem láttam semmit a külvilágból, és igazából nem volt olyan érzésem, hogy az én tetteim hatással vannak bármire is. Tehát mintha lettem volna egy ilyen Reston szerkezeten, ott elbohózkodok, és közben mellette egyébként egy regényt olvasok. Tehát úgy nem éreztem a kapcsolatot a kettő között. Persze lehet mondani, hogy ez egy ilyen pályit, pont az volt a lényeg, hogy valahova be vagyok zárva, de akkor is valahogy nem volt semmi bizonyíték, még azt se láttam, aki beszélt hozzám, hogy kiderüljön, hogy egyáltalán igaz-e az, amit mond, vagy csak hülyíteni próbál engem. Szóval akárhogy is olyan hiányérzetem volt, nem éreztem a kapcsolatot a pálya és a történet között. Ez volt a folyosó, a kézikönyv óvjon. A temető csinálta ezt a helyet. Mi? Ja, a teremtő.